Javában zajlanak a munkálatok a Kertvárosi Tenész utcában. 2010-ben a nyíregyházi utak nagy része, közel 60%-a még földút volt. A nagyvárosok közül Érd után a Szabolcsi megye székhely állt a legrosszabbul. Azóta közel 50 km utat épített a város, ezzel megközelítve az 50%-os arányt. Ezekre az útépítésekre és felújításokra azonban nincs pályázati lehetőség. Az önkormányzat saját erejéből finanszírozza a nyílvévén keresztül, mint az elmúlt 5 évben mindig, most is hasonló nagyságrendben több mint 1 milliárd forintot tudunk úti járdaépítésre, felújításra fordítani. Ez az idén azt jelenti, hogy 900 millió forintunk van, 23 földút épül meg. Jellemzően külterületeken, ugye itt az Újkertvárosban a pihenő teniszteket agló utcák lesznek kész augusztus végéig, de megy Sóstóhegyen, Oroson, Barbányán, Kistelekiszőlőn, még a Józsavárosban is az Angyal utca, illetve Kőlaposon mennek az útépítések, és a nagy részük az iskola kezdésre, szeptemberre el is készül. A pihenő, tenisz, teke és tagló utcákon a korábbi földutakat közel 2200 méter szakaszon építik ki. A munkálatok során megtörténik az útalap építése, a meglévő aknafedlap szint behelyezése, szegélyek építése, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges létesítmények kiépítése és az aszfaltozás, amelyhez közel 900 tonna aszfaltot használnak fel a szakemberek. A beruházás nettó költsége 150 millió forint. Az itt lakók is hozzájárultak, telkenként 150 ezer forinttal. Tudnunk kell viszont, hogy ez körülbelül az összköltség 7%-át jelenti, de ez mindenképp egy nagyon értékelendő, pozitív gesztus. És összegezték a számomra az eddigieket, 49 km aszfaltot épül, ahogy mondtam, de emellett még 32,5 km utat fel is újítottunk. Hát ezek között volt olyan, ami már majdnem egy aszfalt, egy földút aszfaltozásának a költségét emésztette fel, és az idén is fordítunk még további 320 milliót járdépítésre, illetve útjavításra. Ezekkel a beruházásokkal Nyíregyháza területén 280 kilométerre nő a szilárd burkolatú utak hossza. A melegaszfaltos tartós útjavítási technológiával történő nagyfelületű útjavítások több mint 20 utcát, közel 20.000 négyzetmétert érintenek. Ezek listáját részben lakossági bejelentések, részben a nyírvévi munkatársainak ellenőrzései alapján állítják össze.